Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetőit, oktatóit, hallgatóit, dolgozóit, és természetesen minden vendégünket, hiszen nagyon fontos volt a számunkra, hogy a mai napon kitárjuk a líceum kapuját, és mindenki számára elérhetővé tegyük a Családbarát Iroda által megszervezett programunkat, amely a házasság hetének jegyében zajlik. Nagyon nagy örömmel köszöntöm Hegedűs Endrét, és Hegedűs Katalint. Sok mindent elmondok még majd róluk, úgyhogy most csak a nevük hangzott el. És nagyon fontos az is, hogy ennek a mai rendezvénynek a helyszínéül a kápolnát választottuk. Mert hogy azt gondolom, hogy jól gyanítom, hogy lesz itt szó a hitről is, a szeretetről is, és nem véletlenül nyílt fel a zongora fedele, mert hogy természetesen, mivel zongora művészekről van szó, ezért, ahogy a plakáton is hirdettük, egy koncerttel egybekötött beszélgetés, egy beszélgetéssel egybekötött koncert az, amire itt a mai napon vállalkoztunk. Pár mondatban azonban előzetesen is szeretném az életútjukat bemutatni, és azért is, mert ahogy mondtam, szóban és zenében lesz még rá lehetőség a mai napon. Hegedűs Endre, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongoraművész. Diplomáját 1980-ban szerezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. 1999-től 12 éven át tanított zongorát és kamarazenét a Zeneakadémia Tanárképző Intézetében. 10 rangos nemzetközi zongora versenydíjazottja, eddig több mint 3800 alkalommal lépett a közönség elé. Ezt nemrégiben pontosítottuk ezt a számot, hiszen hál' Istennek dinamikusan nő ez a szám. Rendszeresen koncertezik és tanít más kontinenseken, így Európa számos országa mellett járt Ausztráliában, Japánban, Dél-Koreában, Kanadában és az Egyesült Államokban is. Hegedűs Katalin szintén a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végzett, ahol a zongora tanszak mellett középiskolai énektanár és karvezető szakon is diplomát szerzett. A koncertezés mellett tanít, kórust vezet. Nagyon büszkék arra, hogy több mint 40 éve házasok. Mi a pontos szám? 45, akkor kereknek is tekinthetjük ezt az évfordulót. És 3 immár felnőtt gyermekük van. Számos alkalommal lépnek fel együtt, akár 4 kezes, akár 2 zongorás műveket előadva. Itt a mai napon is kapunk ebből ízelítőt. Most akkor egy beszélgetésre vállalkozunk, de az lett a döntésünk, és az volt a javaslat, amit nagy-nagy köszönettel elfogadtam, hogy mindig zenével megszakítjuk majd ezt a beszélgetést, tehát akiknek a koncert keltette fel az érdeklődését, azok is nagyon elégedettek lesznek remélhetőleg, és akik pedig szívesen hallgatnak a házasság hetében hiteles házaspárokat, azok is reméljük, hogy nagyon-nagyon örülnek majd. És én helyet is foglalok, hiszen nekem jutott az a szerencse és megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk, és nem véletlenül kezdtem ezzel a felvetést, hogy milyen jó az, amikor házaspárokat lehet hallgatni, ugye akár majd zongora művek előadásával is, illetve magáról a házasságról is. Én egy pici játékkal kezdeném, és közben beavatnám a közönséget is, hogy a tegeződés mellett döntöttünk, ami nekem nagyon nagy öröm, inkább úgy mondom, hogy felajánlás történt, egy nagy lelkű felajánlás, egyszerűen, hogy gördülékenyebb legyen, és talán a hallgatók számára is egy kicsit követhetőbb és közvetlenebb ez az egész diskurzus, amit itt igyekszünk együtt megvalósítani. Úgyhogy arra kérnélek benneteket, hogy csak nagyon röviden, ami eszetekbe jut a következő szavakról, egy-egy szót mondok, és mi az, ami eszetekbe jut, ezt a mikrofont adom nektek, aztán majd cserélünk, hogy kényelmesebb legyen az enyém. De az első szó, amit a házasság hetében mindenképpen be kell most ide dobnom, az a szerelem. Égi ajándék, és vele a hit és a remény is. És én mindig azt szoktam mondani, hogy a mi szerelmünk a Jóisten végtelen tüzének pici szikrája, és arra kérem őt, hogy éltesse, ki ne hagyja aludni. Röviden, Bandi.
Krisztus után mindjárt ő jön. Már is kaptunk egy nagy tanítást, tehát Krisztus, aztán Bandi, ezek szerint. A következő, amit felírtam, az a hűség. Hűségről mi jut eszetekbe? Hát elsősorban a bizalom. Tehát azzal kezdtük kapcsolatunkat, csak hát így lelőjük a poént, a kapcsolatunk kezdetét, azt el kell mesélni, úgyhogy majd ne felejtsél el rákérdezni, hogy arról beszélgettünk a Kispatak hídján az októberi langyos éjszaka csillagoktól roskadozó ege alatt, ugye, hogy bizalom nélkül pedig nem megy. De én rövid választ kértem, de akkor már mondd el, hiszen mindenkit biztos vagyok benne, hogy érdekel ez a történet, hogyha ide kapcsolódik, akkor a hosszabb válasz is megengedett. Most csak ilyen slágvortokban a hűségről kellett egy szót mondani. Jó? Azért mondjam. Jó. Szerintem igen. Tehát arról volt szó, hogy két ember, akik már régen ismerték egymást, Katica és Bandi, de semmit nem tartottunk különösebben egymásról, legalábbis így vonzalom tekintetében, de találkoztunk egy délután a Zeneakadémián, mind a ketten nagyon szomorúak voltunk. Én egy gyűrűs menyasszonnyal a hátam mögött, én adtam vissza a gyűrűmet, és Katica pedig egy nagy szerelmi csalódás, friss bánatában. És akkor meghallgattuk Ránk Idezső hangversenyét, és utána én felajánlottam, hogy hazakísérem őt, és így jutottunk el a 22 villamos megállóval arrébb fekvő Katica családi ház ajtajáig, illetve a kertkapuig, és akkor ott mentünk vissza a megállóhoz, beszélgettünk, másnap egész nap sétáltunk, és beszélgettünk a Városligetben. Harmadik nap odaálltam a Katica elé, és azt mondtam, hogy Katica, leszel a feleségem? És Katica megmerevedett, és azt mondta, hát jó. És azt állítja, hogy az élete legjobb döntése volt. Na, hát akkor én most ezt jelentősen túltermeltem a szavakat. De semmi baj, abszolút megengedett, hiszen a cél az, hogy mindazt megismerjük, ami akár egy-egy ilyen szó mögött is rejlik. Azért erre a hátjóra, hagyj kérdezzek rá, a hűséget nem felejtjük, hogy ez a hátjó picit most nekem lemondónak tűnt. Biztos vagyok benne, hogy nem így hangzott nem, ez a hátjó. De hogy is, nem. De nem, hogy érted hanem, meg? Hanem, hát nyilván meglepetés volt, de ugyanakkor egy ilyen teljes bizonyosság. Ez persze nem szabad, tehát Isten őrizzen, hogy követendő példa legyen. Tehát ezt tudom, hogy nem szabad, így visszaemlékezve is, ugye az van bennem, hogy Jézus Mária, micsoda vakmerőség. De mégsem volt az, mert tehát volt egy belső bizonyosság. Tehát annyira összeért a szívünk, hogy nem is lehetett volna nemet mondani, na, ez az igazság. És akkor, akkor beleugrottunk, és hát nyilván ez bátorság, és akkor kellett hozzá hűség. De a hűséggel, hogy már átváltsunk, a hűséghez meg, tehát az egy tudatos döntés is. Tehát azt, amit nagyon sokan az oltár előtt, Isten előtt, azt mondják, hogy jóban, rosszban kitartok. Tehát igazság szerint minden házasság végül is így indul. Csak erre hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni. Éppen mostanában szoktam mondogatni mindenkinek, akik így házasodnak, de minden hónapban ismételjétek meg azok az esküszavait, amit ottan elmondunk. És ez van, amikor nehezünkre esik, van, amikor könnyű kimondani, hogy igen, melletted vagyok most is, amikor jól megbántottál esetleg akaratodon kívül. Tehát a hűség az valami olyan borzaszt, talán a legnagyobb hiánycikk manapság, meg a bizalom, meg a szeretet, és folytathatjuk, de a hűség az tényleg, olyan ritkán hallom ezt. Mi hűségesek vagyunk, amikor fölhívnak a telemobiltól, vagy hogy hívják már őket, én nem tudom, mindig fölhívnak ilyen, vagy Telekom, meg T-mobil, meg nem tudom én mi, fölhívnak ilyen vállalatoktól, és akkor, hogy most átmennék-e. Mindig nem, milyen hűséges fajták vagyunk. Mi 25 éve az OTP-nél vagyunk, meg mit tudom én, 30 éve. Ugyanannál a cégnél az már 50-szer megváltoztatta a nevét, de mi még mindig hűségesek vagyunk. Tehát valószínűleg ezt így hoztuk még mi a szüleinktől, csak aztán ez nagyon megváltozott. Alapkategória. Hát a mai betegségek egyik legnagyobb oka, hogy nem vagyunk hűségesek. Bocsánat.
És még egyetlen egy szó itt van. Én így írtam fel, hogy a másik, de akik jól füleltek, hallhatták, hogy ha azt mondom, hogy Katica, akkor mi az, ami felidéződik, és ha azt mondom, hogy Bandi. Katica életem jobbik fele. Életem kiegészítője, nem vagyok egész csak akkor, hogyha ő vele lehetek, és éljük az életünket, megvívjuk kis csatáinkat, de amikor harcolunk, akkor is vigyázunk, hogy komolyan meg ne bántsuk a másikat. Ha mégis nagyon megbántottuk, akkor megvannak a technikáink, amit részben tanultunk. Magunk kárán is, meg a Házas Hétvége Katolikus Mozgalomtól is, tagjai vagyunk a Regnum Christi Katolikus Mozgalomnak is, tehát óriási kincsünk van, mert van miből meríteni. Köszönöm. És akkor Bandi. Én nekem ő a te, akivel gyakorolhatjuk minden nap a szeretetet. Nagyon köszönöm, és azt gondolom, hogy zongora művészeket sokáig a hangszertől távol tartanom nem szabad, főleg egy ilyen kiváló hangszertől, úgyhogy nagyon nagy örömmel kérem, hogy az első számot játszd el, te leszel, aki először a zongorához ősz. Mi az, amit hallhatunk? Szeretnél erről a darabot? Igen, ezt a darabot én minden koncertemen eljátszom az elmúlt 40 évben. Az a címe, hogy Bach korál a 147. kantátából. A kantáta címe is nagyon érdekes, szív és száj. Tettek és élet. És amit a kórus, tehát a gyülekezet együtt énekel az előadó gárdával, a végén a korál, Jézus mindig az örömem marad. Halljuk tehát. Thank you.
Hát ez így nehéz lesz, be kell, hogy valljam. Mert nem jó megszólalni. Hat a zene, és nehéz visszatérni. Kezdem talán, ide is illik a honlapon olvasható gondolat, ami engem nagyon-nagyon szíven ütött, mert gyakorlatilag, ha bárki megnézi Hegedűs Endre honlapját, akkor a legelső sorok azok így szólnak. Tudom, hogy a zene gazdagítja és gyógyítja a lelket, és segít az embereknek a mindennapi élet nehézségeinek legyőzésében. Az én hivatásom az, hogy ezt szolgáljam. Azért is ütött szíven, mert ha a férjnek egy ilyen, mondhatni, szent szolgálata van, akkor a feleségnek mi a szerepe, hogyan tudja ezt a szolgálatot segíteni, és mennyire nagy feladat az, mennyire szabad elvonni őt, akár azért, mert művész, de közben férj is a művészetétől, illetve hogyan sikerült ezt jól egyensúlyban tartani, mert nekem úgy tűnik, hogy sikerült. Ugye szokták azt mondani, hogy két dudás hogy férhet meg egy csárdában, de ennek már van egy ilyen negatív, hogy mondjam, kisugárzása, mindjárt, meg már benne van a kérdésben is. Hogy, ja, bocsánat, igen. De hát pont az a lényeg, hogy én, miután én is ezt csinálom, vagy némi közöm van hozzá, ezért pontosan megértem azt, hogy ő neki mit jelent ez a szolgálat. Tehát a zenén keresztül ugye szolgálni az emberi lelkeket, mert végül is tulajdonképpen erről van szó. Egyébként ugyanez én bennem is bennem van, és teljesen biztos vagyok benne, hogy nekünk ez a feladatunk. De azért ezt, mivel feleség vagyok és édesanya, ezért azt is tudom, hogy ez a fajta szolgálat, ami a családnak a szolgálatát jelenti, ez felülírja a másikat. De azért, mert én nő vagyok, de én nekem ez meggyőződésem. Szóval azt is megmondom őszintén, hogy én amikor, ez abszolút nem a mainstream, tudom, de ha karrierről van szó, akkor a nők, tehát én nem hiszem, nekünk az egész életünk erről szól, hogyha én is mentem volna a saját karrierem után, akkor már nincs a családunk. Ez nekem meggyőződésem. Tehát, és hogy nekem van egy idős barátnőm, már elhagyta a 80 évet, aki nagyon bölcs és nagyon okos. Neki mondata az, hogy a nők elhagyták az őrhelyüket. Igen, pontosan így mondja az Ildikó. Az a baj, hogy a nők elhagyták az őrhelyüket. Én meg hálát adok az Istennek, mert úgy gondolom, hogy tényleg nekem ez az őrhelyem, hogy egyrészt ezt így gondoltam, és hogy emellett hűségesen ki is tartottam, emellett a gondolatom mellett ezt gyakoroltam, és az Isten meg is jutalmazott. Amikor a gyerekek kirepültek, akkor én kiültem Bandival a MIPA nagy színpadára 50 évesen, vagy akkor már elmúltam, azon 60 voltam már, bocsánat, 60, mikor ott két zongorás hoztunk. És nagyon boldog voltam, és azóta se vágyom vissza a MIPA színpadára, de ez csak azért mondom, hogy még ez is megadatott. Tehát nagyszerű, mert érzed, hogy mi az, ami őt mozgatja. Igen. És ugyanaz a küldetésetek, de neked a családanyosság... De én ezt alárendelem a családnak. Igen. Köszönöm. Igen. És milyen volt mindezt megélni, vagy a te szemszögödből mit jelent mindez? Hát csak azt tudom mondani, hogy ez Katica szerelmének egyik nagy bizonyítéka számomra. Nem minthogyha bizonygatni kellene, hiszen ezt az ember érzi. Minden idegszálammal igyekszem ráhangolódni Katicára, de hagyd mondjam azt el, hogy van nálam is egy sorrend. És ez pedig Isten, család, és akkor zongora, és akkor haza. Talán így egy kicsit a zenész létem betüremkedik, de ebből aztán következmények származnak. Tehát például ilyen apróság, hogy mi kell egy zongoraművésznek, hogy világszínvonalon zongorázzon, sok gyakorlás. Sok gyakorlás nyugodt körülmények közt. Na hát, egész életemben
ugye úgy volt a zongora, hogy a nagyszoba közepén állt, és a gyerekek ott hancúroztak körülöttem. Papa, ezt nézd meg, mit rajzoltam. Gyere, segíts, ezt meg azt nyissuk ki. És akkor én szépen megszakítottam a gyakorlást számtalanszor. Így alakult ki aztán persze, meg részben a nemzetközi zongoraversenyek őrjítő gyakorlás igénye mellett, hogy az esti órákat használtam ki gyakorlásnak, mikor még fiatal oroszlán voltam. Éjfélig gyakoroltam minden nap, aztán később ugye 11-ig, most már 10 órakor leteszem a lantot és megyek aludni. De Katicának mondani valója van. Igen, mert azért 45 év alatt sok mindenen megy keresztül az ember, hogy azért voltak időszakok, amikor te nagyon sokat nem voltál otthon, és akkor nem zavartak a gyerekek, akkor te odakint sírtál Japánban, vagy Amerikában éppen, ott viszont mindig tudott nyugodtan gyakorolni, tehát hogy itt is volt egy ilyen fajta egyensúly. Azért én örültem is valahol, amikor ő elment mondjuk Japánba egy hónapra, mert tudtam, hogy ott ő majd nagyon sokat fog tudni gyakorolni. Az is hozzátartozik, hogy én hányszor veszekedtem veled ott, hogy menj már oda a zongorához, mert ő... Mert legyőzte őt a gyerekek iránti, hát az irántam és a gyerekek iránti vágyódás. Igen, ezt éppen kérdezni is akartam, hogy ugye most már nagyok a gyerekek, most már ugye inkább az unokák azok, akik ilyen módon elvonhatják akár a zenétől is a nagypapát, de milyen volt mindezt végigélni? Ugye kiderült, hogy ennek volt egy dinamikája ezek szerint, illetve voltak időszakok, amikor külön kellett lenni a családtól. Hogyan alakult ez az idők folyamán? Mi volt könnyebb, mi volt nehezebb, amikor egész picik voltak a gyermekek, vagy amikor már nagyobb bacskák, vagy hogyan sikerült egyáltalán áthidalni azt, hogy volt, amikor fizikailag is távol kellett lenni egymástól? Hát akkor inkább én válaszolok. Én bennem van egy szívet tépő emlék, amikor már nem tudom, hanyatszorra, huszadszorra mentem el turnézni Japánba, akkor a kis 5 éves Berci fiunk, a legkisebb, az, amikor mentem volna ki az ajtón, átölelte a térdemet, és vas bilincsként fogott, és potyogtak a könnyei, hogy papa, ne menj el, ne menj el. És hát megszakadt a szívem, mert ugye hát muszáj volt elmenni, mert abból éltünk. Nem csak az, hogy a hivatásom, hanem egyszerűen nem volt másik út. Na most, hát természetesen nekem ugye sokkal könnyebb voltak, amikor a gyerekek szépen lassan leszoktak a papáról. Jaj, de csúnya szó. Ugye, mert amikor távol voltam, akkor persze hát adott volt a dolog, de amikor otthon voltam, akkor se volt felhőtlen a dolog, mert akkor meg... Hagyjátok a papát gyakorolni, Katica volt ugye az őrmester, hagyott volna engem gyakorolni, hát én meg igyekeztem a gyerekek után megtalálni. Tehát elhatároztam, hogy minden nap adok egy teljes, értékes órát a gyerekeknek. Tehát ezt én remélem, hogy sikerült betartanom. És az, hogy a gyerekek, amikor, ez egy másik nagyon könyvfakasztó élmény, már nagyok voltak tényleg 20-as éveik elején, egy vasárnapi családi ebéd után fölálltak, mosolyogva odaálltak elénk, és így szóltak, hogy papa, mama, köszönjük azt, hogy fölneveltetek bennünket. Mi úgy éreztük, és úgy érezzük, hogy ezek a paradicsom voltak számunkra, de most mi elmegyünk. Kibéreltek egy lakást a belvárosban, ugye mi Budafokon lakunk, az ugyan csak egy olyan jó fél óra a kocsival, de ők szerettek volna leválni a szülőkről, és ilyes formán elköltöztek, és pont ezáltal maradt meg az a szeretetteli kapcsolat, hogy folyton jönnek, telefonálnak, hozzák a kis unokáinkat, ugye, vagy mi megyünk hozzájuk, tehát megmaradt egy olyan bensőséges kapcsolat, ami át is alakult, és így is gyönyörű. Úgyis gyönyörű volt. Igen, azért ez egy óriási nagy ajándék volt ugyanakkor az elszakadásnál, hogy ők egy helyre mentek. Tehát ez az én anyai szívemnek egy olyan jutalom volt, hogy de jó, mert mindig ezt szerettem volna, hogy szeressék egymást, hogy tudjanak egymásra támaszkodni, ha akár örömben, akár bajban, azt meg tudják osztani egymással, és ez olyan szép volt az én szememben. És egy kedves barátunknak a lakásában mentek egyébként egészen olcsó pénzért, odaadta nekik, és akkor így ki tudták próbálni ugye az önálló életet.
hogy fokozatosan önerősödtek, és hogy testvérként is tudtak egymásnak társai lenni ebben is. Én ajánlanám, hogy egy kis zongorajátékot hallgassunk meg ismét. Igen, szeretnénk eljátszani önöknek Claude Debussy, francia zeneszerző, Kis Suite című 4 tételes tüneményes zenéjéből az első 2 tételt, az első címe Csónakon, a második címe Díszmenet. Ez a díszmenet nem felnőtt katonák díszmenete, hanem gyerekeké véljük mi, akik játszanak. Most pedig mi játszunk. Thank you.
Ez a négykezes egy kicsit olyan volt, mint egy párbeszéd. Benne volt az egymásra való odafigyelés, az összhang, arra való reakció, ami valóban elhangzott. Mennyire jellemző a ti házasságotokban, a mindennapjaitokban ez a fajta párbeszéd, ez a fajta odafigyelés? Hogy tud jelen lenni? Igen. Jó. Hát elsősorban azért azt mondanám el, hogy nem játszunk mi olyan nagyon sok négykezes művet. Tehát az én drága Katicám, ő megelégszik azzal, talán kényszerből is, hogy eljátsszuk akár évtizedeken keresztül is azt a pár, jó pár, mondjuk egy ilyen 20-30 zeneművet, ugye, amit megtanultunk, de hát játszana többet is, de az én kedvemért, az én szólista pályám kedvéért lemond arról, hogy túlságosan csipkedjen, hogy Bandi, gyerünk már, gyakoroljad azt az új négykezest. Most nyárra azonban van egy új négykezes repertoár programunk, és természetesen én élni fogok a lehetőséggel, hogy javítsak. Tehát el kell mondanom, hogy ugye az én zongoraművész pályám az nem egészen úgy alakult, ahogy ez talán az emberek egy részének képzeletében rejlik. Ugye olvastak egy Kocsis Zoltánról, vagy egy Fischer Ivánról, akiknek még a fogkeféjükre a tubusból kinyomták a fogkrémet is, tehát annyira alátették a széküket, és egészen magas politikai szintekig, tehát nekik semmi más nem kellett csinálni, csak zongorázni önfeledten, és azt játszottak, amit akartak. Én pedig kaptam még régebben mindenféle fölkéréseket, azért mondom, múlt időben most már nem kér föl senki. Most már minden koncertet mi csinálunk Katicával kettesben, ez ad egy nagy szabadságot, de annak idején hol ezt a darabot kérték, hol azt a darabot kérték, a végén három koncert volt három különböző programmal egy héten belül. De hát egyszerűen az időmet elvitte, a gyakorlási időmet, a szóló daraboknak a kellő szinten való megtanulása, és Katica ezt tolerálta. És ez a csodálatos dolog azért fér el két dudás egy csárdában, mondhatom ezt, mert Katica soha nem akart nagy pályát, ugye felívelő pályát a zongoraművészi területen, de szeretett volna egy mindig muzsikálnó valaki maradni. És én nem hagytam őt, hogy lemondjon erről a zongorázásról, erről a muzsikálásról, hiszen őt olyan revolúcióval, forradalommal vették föl a zongora tanszakra véletlenül, amilyen a Ránki Kocsis felvételéje óta nem volt az akadémián. A professzorok a zsebkendőiket keresgélték, amikor Katica eljátszotta hibákkal a Schumann, nem tudom, D-dur vagy Viszol novellettet, és utána egymásnak estek ezek az egyébként unatkozó professzor urak, hogy ki vegye magához Katicát, mint növendéket. Tehát na, Katica már szabódik, de igen, gondolom igen. Jogos a dicséret. Katica az égiektől, a Jóistentől kapott egy olyan csodálatos tehetséget, de ő neki kimaradt a zenei középfok. Az a körülbelül 5-6 ezer óra, amit etüdökkel, skálákkal és különböző olyan darabok tanulásával töltött el egy fiatal zongorista, amire alapozva aztán utána meg tudta tanulni a legnehezebb nagy zongoraműveket, zongoraversenyeket is. Ez nem olyan nagyon fontos, hogy a kérdésre válaszoljak, ugye a párbeszéd, igen, így van, hogy azért ez olyan csodálatos dolog, hogy hát veszekedtünk, hajjaj, mi is mennyit veszekedtünk, tehát sőt, még most is szoktunk veszekedni, összekapni, tehát nem, egyáltalán nem vagyunk ilyen angyalok egészen, de hogy persze már túl vagyunk a nehezén, réges-régen túl vagyunk már, és inkább csak csipkelődéseink vannak, és állati jókat tudunk nevetni saját magunkon. Tehát a humor az megint csak egy ilyen nagyon-nagyon szép ajándék a Jóistennek, hogy feloldjuk a feszültségeket. Na, de hogy a párbeszéd nekünk, ez egy akkora ajándék, hogy tudunk odaülni a zongorához, és ezt nagyon sokszor meg is tettük. Tehát volt olyan, hogy valamin összekaptunk, vagy egyébként azt is elmerem mondani, hogy a legtöbbször a veszekedéseinkben, tehát ezt is sokszor megbeszéltük, hogy mindig az volt, hogy
őrá, a saját magam baját hárítottam őrá, és fordítva. Tehát ez nagyon-nagyon sokszor van. Úgyhogy nem is nagyon, persze mindig meg szoktuk beszélni, hogy most mi bajod volt, de a legjobb az az, amikor odaülünk a zongorához. És akkor egyszer csak, hát most akkor mi a fene bajunk van? Hát mikor teljes az összhang, akkor most mi? És ugyanilyen az ima. Tehát mi szoktunk nagyon sűrűn, leülünk imádkozni, többnyire reggel, és ez mindig is így volt, és az egy olyan csodálatos dolog, hogy meg tudunk nyílni, hát az imában ugye Isten előtt vagyunk, de ketten vagyunk ott, és akkor van mindig kötött szöveg, ezt most nem mondom el, meg van a rituáléja otthon, és a vége az mindig szabad ima. És akkor hol az egyikünk tud úgy megszólalni, hogy a másik már csak egy mi atyánkot mond hozzá, vagy fordítva, de ez tehát ahogy Isten előtt megnyílunk, abban megajándékozzuk a másikat is. És ez annyira szép, hogy olyan, tehát semmi titkunk egymás előtt nincsen, a titok csak annyi, amennyi titok egy emberben van. És egyébként ezért is olyan, tehát egy kapcsolat, egy házasság, az nem tud elszürkülni, mert hogyha tényleg az emberre figyelek oda, arra, ami ott belül van, hát minden egyes ember egy végtelen titok. Hát hogyha én azt keresem, arra figyelek, akkor nem lehet megunni. Sőt, hát egyre gazdagabb lesz egy házasság. Én semmi pénzért nem mennék vissza oda a kis micsodára, a hídra, ahol először megcsókolóztunk, és Bandi hazakísért utána. Szép volt, persze, nagyon szép volt, de hát mennyivel gazdagabb a mostani kapcsolatunk, és mennyivel erősebb a kötelék. A hűségnek is köszönhetően. Gyönyörűen derül ki az, hogy valóban a zenében megélt összhang, illetve az imádságban való összekapcsolódás, az hogyan erősíti a kapcsolatot. Mit gondoltok, mi még az, ami a ti házasságotoknak egy olyan jellemzője, amiben megvalósul ez a nagy összetartás, ez a fajta erő, ami valóban egyre inkább összeköt benneteket? Én csak azt tudom mondani, hogy ez a kettesben, de mégis hárman, hogy Krisztussal vagyunk kettesben. Tehát, hogy éljük a közös hitünket. Én ugye az édesanyámtól megkaptam a katolikus hit alapjait, az 50-es, 60-as évek Magyarországán, ugye különösen Hódmezővásárhelyen, ahol éltem életem, és ott születtem, és éltük le az első 14 évünket. Édesapám viszont magyarázható, de el nem fogadható okokból, ő nagyon gyűlölte az egyházat. A családja az református volt, de a harcos típusból nagyanyám tulajdonképpen talán mondhatom, hogy a lelkipásztori beszédek hatására is jobban gyűlölte a katolikusokat, mint a kommunistákat. Na és akkor édesapám elkövette azt a megbocsáthatatlan hibát, hogy egy pápista nőt hozott a családba, és vett el feleségül anyámat. Na hát aztán ebből is oltári nagy botrány kerekedett, és édesapám honvédzenészi lett, beállt honvédzenésznek. És hát ilyes formán akkor nyilván titkolni kellett, hogy édesanyám vasárnap elment a szentmisére, beöltözött ilyen kapucni és csukjás ruhába, és a plébánia körüli bokrok védelmében osont be sokszor csak a sekrestjéig, mert ott voltak a kémek, ugye, a mise látogatók között, és írták föl, hogy ki az, aki részt vett. És az másnap már kapta meg a munkakönyvét, és került B-listára. Tehát ilyen veszélyek közepette nagyon-nagyon óvatosan így a mondjuk így, hogy a takaró alatt, mert édesapám meg hétvégeken lakodalmakat játszott, mint muzsikus, és hazatért a reggel 5 óra, 6 óra körül, hát nyilván akkor biztos, hogy kapott, és magához is vett némi alkoholt, tehát mélyen aludt, és akkor mi elosontunk a templomba. Ilyen módon én első áldozó is úgy voltam, hogy nyitva volt a sekrestye ajtó, és annak a védelmében és takarásában vettem Krisztus testét. Na és akkor én ez ellen föllázadtam, tehettem 13-14 éves, és azt mondtam, hogy ez hazugság, én ezt nem csinálom többet.
És akkor olyan alvó katolikus lettem, ha eszembe jutott, imádkoztam, misére nem jártam, csak hébe-hóba, de jött Katica. És amikor ez a bizonyos október 17-e, a nagy találkozás, az a hét közepén volt valamikor, és jött a vasárnap. És akkor Katica megkérdezte, hogy te, Bandi, eljössz velem szent misére? És akkor olyan természetes volt, hogy hát persze. Tehát nem volt semmiféle gondom ezzel, és aztán utána elkezdtük magunkhoz venni, magunkba szívni ugye a katolikus egyház tanítását. Elképzelhetetlen gazdagság a mi hitünk. Egy bizonyíték, hogy igen, tehát Panka lányunk, ugye beleszeretett a Dani fiúba. A Dani egy református család sarja, és össze is házasodtak, és a Dani nagyon szereti a könyveket, és ott nálunk van otthon egy pár ezer könyv, elképzelhetetlen mennyiségű könyvet hordtunk össze, és hol ezt kérte el, hol azt kérte el. Többek között a katolikus egyház katekizmusát. Az egy ilyen vastag könyv. És amikor elolvasta, akkor csak egy kérdést tett föl nekünk, amikor visszahozta, hogy te, Bandi, ismerik a katolikusok a saját hitüket? Hogy micsoda kincs van itt elrejtve? És akkor katolizált. De ez már a második menet volt, majd a Katica elmondta. Igen, Isten őrizze májtem. Bandi olyanokat tud mondani, most úgy néz ki, mintha először is a Dédikéről annyit. Hogy a Dédike úgy megszelidült, és annyira megszeretett bennünket, és olyan boldog volt, hogy mi misére járunk, és pont itt a közelben Miskolcra vittük őt el egyszer, és akkor mi elmentünk vele a református a Isten tiszteletre, részt vettünk rajta, és utána ő eljött velünk szent misére is. És ezt úgy emlékszem rá, hogy ez egy olyan gyönyörű nap volt, és ő nagyon büszke volt ránk. Tehát ez csak a kezdetekre igaz, és hál' Istennek ma már egészen más világot élünk, de hát a szüleink idejében ez még tényleg nagyon súlyos ellentétek volt, aminek aztán ott meg volt a következménye Bandi családjában. A másik dolog pedig, hogy a Dani fiunk, hogy tehát most nehogy azt higgyék, hogy mi a, tehát nem a reformátusok vagy a vejünk, de olyan, mint hogyha a fiunk lenne, de hogy itten beszélni a reformátusok ellen, vagy itten ellentéteket, szó sincsen ilyesmiről. Tehát ugyanez előfordulhat fordítva, de ez tényleg így történt nálunk, hogy a Dani azt mondta, és ezt üzenem a katolikusoknak, hogy olvassák a katekizmust, mert azt mondta a vejünk, hogy ő abban minden kérdésére választ kapott. Én pedig nagyon köszönöm, hogy ezek a dolgok is szóba kerülnek, hogy mennyire nem volt természetes akár a vallásgyakorlás, akár is, hogy következmények nélküli, és hogy mennyire fontos ez, hogy értékeljük azt, amink van. Nektek a környezetetekben mennyire jellemző ez, akár a zenész házaspárok létezése, vagy akár a hosszú házasságoknak a példája? Hiszen azt gondolom, hogy nagyon megerősítő tud lenni az, hogyha ugyanilyen házasságokat lát az ember maga körül, és valamiért ugye ezt a két irányt érzékelem én magam, hogy akár a zenészek között is, a művészek között is, vagy egy egész életre szóló elköteleződés van, vagy pedig inkább az a jellemző, hogy nehezebben találják meg, és tartanak ki egymás mellett. Találják meg a társukat, és tartanak ki egymás mellett. Mi a tapasztalatotok? Igen. Hiszen sokkal szakavatottabbak vagytok ebben a kérdésben. Én úgy gondolom, hogy te idealista vagy, és a jó Isten áldjon meg ezért, de ez nem így van. Tehát a zenészek társadalma az épp olyan bűnöktől terhelt, és mondhatnám, hogy mocskos. Mindenki előrébb akar jutni, mindenkinek több koncert kell, nagyobb hírnév kell, több pénz kell, és tapossa a másikat, rossz hírét költi, befeketíti, stb. Félretolja. Én itt inkább a házasságok szempontjából gondoltam. Igen, de azt kérdezted, hogy a művészek, ó, de szép a művészet, akkor biztos ezek a gyönyörűen muzsikáló, kiváló művészek, kiváló emberek is. Ezt sajnos azt kell mondanom, hogy ketté kell választani. A jó Isten adja a zenét, adja, mint a napsugarat, jókra és gonoszokra egyaránt. De azt kell mondanom, hogy szinte alig van zenész barátunk, van. És azok között van tartós házasságban, boldog házasságban élő emberek is. De a mi hittársaink, azok egyszerű, mindennapi
és különböző foglalkozású emberek, legkevésbé sem művészek. És igen jól érezzük magunkat a körükben. Igen, de azért van ám egy fiatal házaspár, éppen tegnap adtunk velük egy közös koncertet. Van egy olyan egy kis együttesünk, hogy Budapest Piano Quartet. Ez azt jelenti, hogy kell hozzá két zongora, és mind a két zongoránál ül egy-egy házaspár, akik a négy kézen játszanak. Tehát így jön ki a nyolckezes, és nagyon-nagyon jó művek vannak átírva, egy-két eredeti is van. Na, és ez a fiatal házaspár, ővelük nagyon jó barátságban vagyunk, egy kicsit a szüleiknek is érezzük magunkat. Ők úgy tekintenek ránk, tényleg, tehát olyan tiszta, tehát ahogy az egy generáció között illik, hogy legyen. Tehát ők tényleg fölnéznek ránk, vagy nem is fölnéznek, de tehát, hogy van egyfajta tisztelet, ami a korunknak is, meg talán az, hogy mi már többet megéltünk, mint ők, ennek szól. Mi pedig iszonyúan élvezzük az ő fiatalságukat, és igyekszünk is nekik segíteni a mi kapcsolatunkat, azokat átadni nekik, hogy aztán hát hasonló problémákkal küzdenek, mint ahogy mi végig bukdácsoltuk az eddigi éveket. És hát még annyi közünk is van hozzájuk, hogy hát ők a mai szokásnak megfelelően együtt éltek. És akkor én azt mondtam, hogy hát valamit már kéne csinálni, ez így nem. És akkor ez volt egy ilyen kis rugás, mint kiderült, mert mindig így van, azért a lányok jobban vágynak rá, a fiúk megfélnek. Na, egy kicsit bátorítottuk az Ádámot, és akkor feleségül vette a kis japán hölgyet, Aliszát. Kiválóan zongoráznak, nagyon szeretik egymást, nagyon jól vannak, most már nekik is van egy kis fiúk, most majd még az egyházi házasságnál kell, tehát föl kell őket egy kicsit készíteni ez ügyben is. De hát ők vannak, és mi felelősséget is érzünk irántuk, hogy segítsük őket. A zenei pályán is, meg a házasságukban is. Nagyon. És mi voltunk a tanúk természetesen az esküvőn. Köszönöm, hogy ez is szóba került egyébként, hogy akár a fiatalok segítése és a tapasztalatok átadása, és ezek szerint akkor tesztek azért, ha más nem, ilyen módon, hogy legyenek olyan zenészházas párok, akik aztán a nyomdokaitokba lépnek adott esetben. Én azt mondom, hogy ismét a zongorái kellene, hogy legyen a főszerep. Kíváncsi vagyok, hogy Endre, mit gondolsz erről? Most akkor egy szóló zongoraszámot szeretnék előadni. Liszt, szerelmi álmok. Thank you.
Már az alapján is, amit elhangzott a fiatal zongora művész házas pár felkarolásáról, kiviláglik, hogy a közösségek szerepe ezek szerint a ti életetekben is nagyon fontos. Köszönöm, hogy a házas hétvége az elhangzott nagyon nagy örömmel fedeztem fel én is már rögtön az első mondatok között, illetve a regnumi közösség is. Egy picit, ha ebbe beavatnátok, mert ezek szerint akkor érzitek ti is azt, hogy mennyire fontos, hogy közösségre találjon az ember házaspárként és hívő és vallásgyakorló házaspárként is. Ez hogyan alakult a ti életetekben? Igen, ugye mi éltünk 3 évet Japánban, és amikor onnan, hát közben egyszer-egyszer tudtunk hazajönni, és ugye egészen más kultúra, Bandi ott ünnepelt zongorista, meg szenszé ottan tanár az akadémián, vagy az egyetemen, én pedig otthon voltam a sok-sok japán között. Először 2 kisgyerekkel, aztán ott szültem a 3. Bercit. Közben még az apukám is meghalt egészen váratlanul, a temetésére nem tudtam hazajönni. Szóval azért az a 3 év minden szépsége mellett engem egy kicsit megtépázott, hogy úgy fejezzem ki magam. És amikor haza költöztünk, akkor a barátaink hát észrevették, hogy azért nem vagyunk a régi, friss házaspár, és akkor ajánlották nekünk a házas hétvégét. És rövidesen el is mentünk Bandival, ami egy ilyen csodálatos, hát ilyen újra egymásra találás volt. Nem, mint hogyha, tehát nem volt közöttünk, soha nem volt ilyen nagy krízis. Hát ettől megóvott a Jóisten, de azért voltak nehéz időszakok, ilyen volt ez is. Amikor a házas hétvége bejött nekünk, ugye is, az egy ilyen hétvégi lelki gyakorlat tulajdonképpen, amikor vezetve vagyunk házaspárként. Tulajdonképpen ez a lényege, és ebben a vezetettségben tényleg annyira visszatalálunk a gyökerekhez, mármint az első szerelemhez, amikor megismerkedtünk, és újra föllángolt a szerelmünk. És azóta is mi tartjuk a kapcsolatot a házas hétvége mozgalommal. A másik, ez a regnumi közösség, ez nem a Regnum Marianum, ez a Regnum Christi mozgalom, ez az a nagyon csúfnak tekintett az alapító atya miatt, nagy botrányok voltak, stb., de mi hűségesen kitartunk. Tehát nagyon megcsappant a mozgalom, de ugyanakkor újra fog épülni, 16. Benedek pápa megmentett bennünket, meg a Krisztus légiója közösséget, és hála Istennek, úgyhogy újra folyik az építkezés, ott meg az egyház iránti szeretetünket tanultuk meg. Tehát az, hogy odafigyeljünk arra, hogy mit mond a Szent Atya, olvassuk a pápai leveleket, az evangélium olvasása az teljesen természetes. Én napi áldozó vagyok, ami nem érdem, de hát egyszerűen a Jóisten megadta azt, vagy odáig vezetett, hogy én tényleg, múltkor kérdezte tőlem egy ismerősöm, hogy ez hogy fér bele az idődbe? Hát mondom, hogy fér bele? Én minden nap azt, tehát ha megnézem, hogy hova fogok menni misére, hogyan, és minden a köré lesz rendezve. És ez valami olyan békét és megnyugvás, nem? Hát sokkal kevesebbet piszkállok. Na. Igen, a szentségeknek a szerepe, nagyon-nagyon köszönöm, hogy szóba kerül, és közben mindenképpen lehetőséget adok a közösséggel kapcsolatos válaszadásra, de tényleg nagyon hálás vagyok azért, hogy ezek a nagyon fontos témák előkerülnek itt ebben a beszélgetésben is, és ilyenkor látszik meg, hogy amikor azt mondjuk, hogy vendégül látunk egy házas párt, akkor mennyi minden az, ami valóban így oszlopként és megtartó erőként összetartja azt a házasságot, ami kívülről annyi látszik, hogy jó, és ebbe a jóba mennyi minden fér bele, de akkor a megtartó közösségekről. Igen, tehát az ember társas lény, és nyilvánvalóan, hogy tudásunkat, szeretetünket meg kell osztanunk minél többekkel. Ez az egyik küldetésünk. A másik küldetésünk, hogy meg szeretnénk dicsőíteni Isten nevét. Tehát, hogy a hitünket is tovább kell adni, és hát én nem vagyok egy hitszónok, hogy mostan odaálljak. Volt a Ferenciek terén sokáig egy ember, aki egész nap a Bibliából olvasott föl fennhangon.
Na most én nem tudom, hogy hány embert érített meg, de minden esetre tehát be is lehet lopakodni az emberek szívébe. Mondok egy érdekes történetet. Balatonparti kis templom, nem a parton volt, de a község az igen, este 6 órás szentmise hétköznap. A pappal együtt 5-en voltunk. Katica is ott volt. Este 6-kor, este 7 órakor Hegedűs Endre és Katica koncertjét hirdették ki, 150-en voltak, 50-en fértek be a templomba, 100-an kint voltak. És akkor mit csinál az ember? Én minden művet bevezetek egy-két szóval, most csak időhiány miatt nem tettem ezt, mindig megcsinálom a Zeneakadémia nagytermének színpadán is, és akkor ott bizony beszélek a hitemről. Beszélek arról, el szoktam mondani, hogy Szent Ágoston 1600 évvel ezelőtt azt mondta több okossága mellett, hogy Isten azért teremtette és adta a zenét az embernek, hogy emlékeztesse őt szellemi hazájára. Vagyis, hogy honnan jöttünk és hova megyünk. És akkor ez a kulcs a jó muzsikához. Azon kívül is ott van a zene, a mesterművek mélyén, a hangok mögött nem csak a sok-sok érzelem és kifejezés és történet, hanem még mélyebben ott van a Jóisten mélységes szeretet üzenete. Hogy mennyire szeret bennünket, hogy tulajdonképpen valamennyiünket az ő szeretete hozott elő a semmiből, ugye? Amikor megtermékenyül ez a pici kis petesejt, akkor abban a pillanatban kapunk egy lelket, ami viszont örök. Szóval azért ilyeneket el szoktam mondani, és ez így a zenével együtt biztos vagyok benne, hogy valahol ülepedik, és van neki valami hatása. Még csak egyet mondanék a NET koncertekről, tehát a Regnum Christiben van egy ilyen nagyon piciket, az óvodásokat is hívó, ugye a szüleikkel együtt persze kis csoport, és én most azt hiszem március 22-én lesz az, amikor is egy olyan házi koncert lesz nálunk, hogy hány gyerek fér be a zongora alá. Volt már ilyen, és képzeljék el, ennél nagyobb zongorán van otthon egy 2,5 méter hosszú Bösendorfer hangszer, és megígértem a gyerekeknek, ha jók lesztek, már pedig a gyerek az mindig jó, akkor a koncert befejeztével bemászhattok a zongora alá, és akkor megszámoljuk, hogy hányan fértek be. A kritérium csak annyi volt, hogy legalább a Körmehegye bent legyen. 32 gyerek bújt be a zongora alá. Na hát, szóval ilyen módon lehet oda csalogatni az embereket, és természetesen nekünk is van Regnum Christiben papa csoportunk, ahogy van asszonycsapat, és ott beszélünk a hitünkről, de beszélünk a fölmerült, ugye napi kérdésekről is megvitatjuk, és egyáltalán boldogok vagyunk, mert egy hitben, egy reményben és egy szeretetben éljük az életünket. Az édesapákkal, az édesanyákkal, családi napokon a teljes Regnum Christi tagsággal, hogy így fejezem ki magam, és a hangversenyeken pedig azokkal a lelkekkel, akik eljönnek, és drága idejük, másfél-két óráját arra szánják, hogy a mi muzsikánkat hallgassák. Hát dehogy a mi muzsikánkat, azt, amit mi kaptunk a Jóistentől ajándékba. Így megosztva, még szebb. És Katalin nagyon várta, hogy mikor kapja meg a mikrofon. Nem, de válaszolt Bandi, és most már akkor be kell úgyis fejeznünk. Nem, én borzasztó boldog vagyok, azt szeretem volna csak mondani, mert Bandi te mesélt, és közben te a közösségről kérdezte, de oda lyukadt ki, hogy ott van neki is, igen, sokat volt Japánban, úgyhogy ő nem így megy, mint én szoktam, hanem így szokott, így igen, ilyen így sokszor. Na, de az a lényeg, hogy tehát, hogy ő egy elég, mindig azt mondta, hogy én mindig szerettem volna, hogyha ő úgy férfiakkal is megy közösségbe. Hogy miért? Én nagyon szeretem, hogy velem van, de hát ez egy dolog, én meg is hallhatok, meg egyáltalán szal, hogy férfi, hol vannak a férfiak? Mindig, hogy tényleg egymásnak a legjobb barátai vagyunk, tehát ő van a legközelebb mindenféle szempontból, és akkor most van egy férfi csoport, akikkel ők 2 hetente találkoznak. Nekem meg van egy asszonycsapatom, mi már 25 éve lassan, nem 20 éve, vagyunk csak együtt, és közben együtt meg is öregedtünk, és most a pandémiának a gyümölcse, hogy minden este 9-kor rózsafűzért imádkozunk. Van egy Zoom, csináltam egy ilyen Zoom linket, ezt is ajánlom azoknak, akik esetleg
tehát akik fogékonyak rá, vagy benne lennének, az Zoom-on, hogy és egész biztos, hogy ha naponta élőben kellene mennünk, akkor azért mi nem, erre nem lenne időnk. De esténket úgy osztjuk be, hogy 9-kor, akkor nem a tévé elé ülünk, hanem odaülünk és elmondjuk a napi rózsafűzért. Előtte falusi kis pad van, vagyis ugye kicserélik a híreiket az asszonyok a maguk módján. Utána rózsafűzér van, ugye? És utána folytatják a falusi kis padot. Én biztos, hogy este 9-10-ig gyakorolok. Ez menti meg a szólista pályámat. Jó, miért? Mert mit csinál egy zongoraművész? Legkevésbé gyakorol. E-maileket ír, pályázatok után lohol, kapcsolatokat épít. És hát azon kívül ugye a feleségemnek és a családomnak, a gyerekeknek élek. Most van 3 unokánk, májustól már 5 lesz. 2 útban van, és aztán hát azoknak is él az ember. Tehát muszáj megharcolni a gyakorlási időt, és Katica gondoskodik róla, miközben az imái az égnek szállnak barátnőivel együtt. Tehát most szeretnénk akkor ugye a záró számként eljátszani házasságunk zászlós hajóját, így hívjuk, mert amióta összeszerelmesedtünk, azóta játszunk Schubert F-moll fantáziáját 4 kézre, mindent elmond az életről, a szeretetről, a lendületről, az ifjúságról, a táncról, a lemondásról, a szomorúságról. Egyszerűen csodálatos. Schubert 31 évet élt, és ezt a darabot a halála évében komponálta. Hallgassák szeretettel!
Thank you.
Ebben a tapsban benne volt mindaz az elismerés, amivel valóban adózunk, hogy, és példát is kaphattunk az elmúlt másfél órában, akár arról a fegyelmezettségről is, amiben megállapodtunk, hogy mi ezt a másfél órát tartjuk most. Úgyhogy tényleg nagy-nagy szeretettel köszönjük a hegedűs házaspárnak, Endrének és Katalinnak azt, hogy megmutatták, hogy hogyan lehet a mindennapi gyakorlás közepette is alkotni, és az alkotás közepette is a mindennapokban élni. Úgyhogy ennek szellemében adom át egyetemünk rektorának a szót. Köszönöm szépen. Kedves Katica, kedves Bandi, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és köszönjük, hogy ebben a másfél órában igazi példát adtatok arról, hogy egy házasság lehet a Szent Háromság élő tükröződése, hogy példát adtatok arról, hogy egy házasságban ott lehet a Szentlélek, ott lehet az igazi szeretet, és példát adtatok arról, hogy milyen egy szentségi házasság. Nagyon köszönjük ezt nektek, és Isten áldását kérem egész életetekre, egészséget, boldogságot kívánok nektek.